Igen, ebben biztos vagyok. Ez nekünk, nekünk való alapelv, és én is ezt vallom, hogy tehát bármit csinálunk, legyen az egy edzésen, egy bemelegítő játék, egy csapatösszetartáson egy activity, vagy valami társasozás, vagy ne adj Isten, egy bajnoki mérkőzés, mindig nyerni akarunk. Tehát olyan nincs, hogy, hogy ne akarjunk jobban, mint az ellenfél. Az olyan van, hogy mondjuk gyengébb képességűek vagyunk esetleg, vagy aznap nem megy, de az akarattal nem szabad, hogy gond legyen. Én gratulálok a csapatnak, nagy szíve volt, és örülök neki, hogy tényleg igazi csapatként mindig volt, aki hozzá tudott tenni. Nagyon örültem a barbi fontos védésének a végén, és nagyon örültem a, a fiatal papdorka jó teljesítményének a második fél időben, aki az elmúlt két hétben azért egy, egy után ült, és elég mélyről jött föl a, erre a mai napra, és ma kiválóan teljesített, úgyhogy nagyon büszke voltam rá, és nagyon bízok benne, ugyanúgy, mint a többi lányba és a csapatban. a lélektanával foglalkoztunk, azzal, hogy, hogy ugye abban a hibában nem eshetünk, nem csak a Fehérvár ellen, senki ellen, hogy ö, egy 6-7 gólos előnyt ugye elpuskázzunk, és döntetlen legyen a vége. Taktikailag annyira nem, mert azóta nagyon változott a keretünk. Ugye felépült az Anna, jött a Sassi, ö, talán még a Dorka se volt akkor, ö, tehát ö, jött a Ferenci van négy öt új játékosunk, tehát teljesen mást játszunk mondjuk, mint akkor játszottunk más, más készrebbet. Hát igen, nehéz. Nyilván játszunk egy mérkőzéseket, de az soha nem olyan, mint egy bajnoki. Meg, meg az a nehéz, hogy utána a, a legyen tehát az utolsó mérkőzések nagyon sűrűek lesznek, és, és ott szerintem az fog dönteni a, a középmezőnyben, hogy, hogy ki bírja majd jobban állóképességben ezt a szerdaszombatot, illetve ki tudja megúszni sérülések, betegségek nélkül azt az időszakot.